Köszöntöm nézőinket, Önök a Völgységi magazint látják, én Ragoncs Rita vagyok, mutatom, mivel készültünk. Beruházások cikón vízrendezési és útfelújítási projekteket adtak át. Megtartották az idei idősek napját, ünnepséggel és ebéddel várták a község nyugdíjasait. Jubileum 30 éves a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja. Népdaléneklési verseny a 101 éves Anna néni előtt tisztelettek a résztvevők. Október 23-án Bonyhádon is megtartották az ünnepi megemlékezést az 1956-os forradalom tiszteletére. Az ünnepségen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Nagy János a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Majdnem teljesen megtelt a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ. Az ünnepi beszédet Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár tartotta. Azért jöttünk össze ma délután, hogy fejet hajtsunk 1956 hőseinek, mártírjainak és áldozatainak emléke előtt, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Tisztelettel állunk meg és gondolunk felmenőinkre, szüleinkre és nagyszüleinkre is, akik végigküzdötték és végigküzdötték a világháborút, túlélték az 50-es évek reménytelen nincstelenségét, a bedeszkázott égboltot, de elérték azt, ami a magyar élet egyik legfőbb törvénye, túléltek. A Völgység és annak fővárosa, a Percelek városa, Bonyhád különleges hely, mert itt, mint ebben a tenger, érezhető az ezer éves magyar történelem utolsó száz évének minden áradása. Mert hogy gyakran kiáradt a történelem, a magyar történelem folyama, és bár előbb vagy utóbb visszatért a medrébe, rombolásának nyomai megmaradtak. Az elmúlt száz évben a történelmi áradat sok-sok Völgység és Bonyhádi családot sodort magával. Sokakat barbár módon náci haláltáborokba, ahonnan már nem térhettek haza. Sokakat a Málenki robot révén a dicsőséges felszabadító Szovjetunióban rabszolgálnak, és sokakat egy újabb embertelen aljasság és sátáni kegyetlenség tanúbizonyságaként a porig rombolt, háborút veszített, tartásában és önbizalmában megroppantott Németországban. Nagy János megemlékezett Bonyhád hősi halottjáról, akit 19 évesen ért a halálos lövés. A békésen fegyvertelenül felvonuló embereket sok városunkban a kivezényelt karhatalmisták sortüze fogadta. A budapesti Kossuth tér, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Miskolc és Esztergom terei ártatlan embereik holttesteivel teltek meg. De Bonyhád is gyászolt. Gyászolta Domokos Pius, azt a 19 éves fiút, akit életmentés közben ért a halálos golyó, és aki betöltötte a krisztusi parancsolatot, életét adta a barátaiért. Az államtitkár kitért 56 máig tartó hatásaira. 56 őszén a magyar nemzet a legszebb arcát mutatta, melyre most, 67 évvel később, okkal és joggal lehetünk büszkék. A magyar név újra szép lett, méltó régi nagy híréhez. A világ pedig láthatta, hogy a kommunizmus és a Szovjetunió nem legyőzhetetlen. Sőt, olyan sebet kapott, amely nem fog beheggedni soha. Nagy János kifejtette, 1956 szellemisége a mai generáció számára is fontos kötelezettségeket jelent. A mi küldetésünk ma is ugyanaz, mint 1956-ban volt. Fényt kell gyújtanunk a sötétségbe. A béke, a józanság, a szabadság és a politikai higgadtság fényét. Olyan értékekét, amelyeket mi azért tudunk hitelesen képviselni, mert nem ajándékba kaptuk, hanem drága véren szereztük meg őket. Nagy-nagy tüzet kell hátraknunk. A szabadság és a függetlenség őrtüzét, hogy lássák mindenhonnan, Európában és a nagy vizentúról is. Ahogy az egész világ látta és csodálta 56 őszén a magyar nemzet szabadságharcán. Emlékezzünk és emlékeztessünk, soha se feledjük, ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. Gloria victis, dicsőség a hősöknek, Isten óvja Magyarországot. A megemlékezésen már hagyományosan átadták a Boros Dezső díjat. Idén Baróti Árpád válogatott röplabdázó vehette át az elismerést. Hadd mondjam el, hogy mennyire jól esik, hogy szülővárosom Bonyhád elismeri az eredményeimet. Köszönöm Filóné, Ferenci Bolya polgármester asszonynak és a képviselőtestületnek a díjat. Nagyon szépen köszönöm. Az ideig vezető út hosszú és kemény munkával járt, amit egyedül nem is sikerült volna bejárnom. Így ezúttal is szeretném kifejezni hálámat a szüleimnek
és kedves páromnak. Nagyon szépen köszönöm. Kik vagytok ti? Ezzel a címmel mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói a forradalom tiszteletére készített műsorukat. Az ünnepség fáklyás felvonulással és koszorúzással zárult. Cikón hivatalosan átadták az új csapadékvíz elvezető rendszert, illetve a települést Műcsénnyel összekötő utat. A két fejlesztésnek köszönhetően több évtizedes problémák oldódtak meg a községben. A két beruházás mintegy 600 millió forintból valósult meg. Két jelentős projekt átadó ünnepségét tartották Cikón. A községben új csapadékvíz elvezető rendszer épült, továbbá megújult a települést Műcsénnyel összekötő út. A vízrendezés 3, az út korszerűsítése másfél évet vett igénybe, mondta Molnár Józsefné, polgármester. Az útfelújítás kapcsán új aszfalt koporréteget kapott az út, az útszéli patkák is javítva lettek. A vízrendezés kapcsán pedig helyenként burkoltárok került kialakítására, a mederkotrásra került sor belterületen, külterületen egészen a Rákpatakig, egy átmeneti tározó lett kialakítva, valamint több kőgát is épült a víznek, a hirtelen lezuduló csapadékvíznek a lassítása érdekében. Az elmúlt 4-5 évben jelentős beruházások valósultak meg Cikón, összesen 730 millió forint értékben. A csapadékvíz elvezetés az egész völgységben problémákat okoz, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a burkolatfelújítás a környékbeli településekről bejáró általános iskolás gyermekek miatt is szükséges volt. A Tolna megyei önkormányzat elkészített egy tanulmánytervezetet, illetve egy kisebb tanulmányt, annak érdekében, hogy a Völcségpatak teljes rendszerében záportáraszokat tudjanak kialakítani, illetve olyan védvonalakat és olyan rendszert, ami alkalmas arra, hogy felfogja az itt keletkező, illetve lezúduló vizeket, és utána pedig a mezőgazdaságba tudja ezt használni. Reméljük azt, hogy ez majd egy mintaprojekt lehet. Az önkormányzat a jövőben tervezi utak, járdák, játszóterek és épületek fejlesztését is. Megtartotta ülését a Bonyhádi képviselőtestület, többek közt döntöttek az igazgatási szünetről, a köztisztviselők évvégi jutalmának összegéről, valamint a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatójának személyéről. 6 millió forint. Ennyi pénz áll rendelkezésre a bonyhádi köztisztviselők évvégi jutalmazására. Erre pótelőirányzatot kell biztosítani a képviselőtestületnek, hiszen az év elején olyan bizonytalan volt még a költségvetés tárgyalásakor a rendelkezésre álló keret, hogy az évvégi jutalom nem került be a költségvetésbe, így most szükséges annak a biztosítása. A két ünnep között zárva lesz a polgármesteri hivatal. Erről is döntött a képviselőtestület. Erre egy júniusban megjelent jogszabály ad felhatalmazást a képviselőtestületeknek. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a két ünnep között, tehát december 27-től január 1-ig igazgatási szünetet rendel el a közös önkormányzati hivatalban. Régi új igazgatója lesz a Vörösmarty Mihály Művelődési Központnak. A képviselők újabb 3 évre szavaztak bizalmat Juhász Józsának. Nem tapasztalható tanárhiány a Bonyhádi Széchenyi István iskolában, és a szakos ellátottság is teljes, tudtuk meg Steiner Krisztián József intézményvezetőtől. Az első osztályos csoportokban az idén is a korábbi évekhez hasonló létszámmal kezdődött meg az oktatás. A Bonyhádi Széchenyi iskolában nincs tanárhiány és gyermekhiány, mondta az intézményvezető. Hozzátette, az óvodákból érkező gyermekek száma az idén sem változott. Az intézmény évek óta beiskolázási programokat és bemutatkozó napot szervez a szülők és a leendő diákok számára.
Az elmúlt években szinte mindig olyan 130-133 volt a bonyhádi óvodából jövő tankoteles gyermekek száma. Ez kiegészül a vidéki óvodákba járó gyerekekkel, olyan 29-30 szokott lenni. Az elmúlt 2-3 évben ez volt a szám, volt egy mélypont, ha jól emlékszem, akkor 2020-ban talán, amikor összesen 109 tanköteles korú gyerek volt. Az iskolát váltó diákok száma nem jelentős. Az intézmény célja minden gyermek megtartása és a fiatalok lehető legjobb szintű fejlesztése. A gyermekek mellett a pedagógusok létszámában sem volt tapasztalható hiány az idén, mondta Steiner Krisztián József. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen egyrészt a szakos ellátottságunk az gyakorlatilag 100%-os, minden tantárgyat olyan pedagógus tanít, akinek megfelelő végzettsége, képzettsége, sőt tapasztalata van. Tőlünk nem volt távozó pedagógus, illetve aki elhagyta az iskolát, az alapvetően magánéleti okokból tette ezt, költözés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk ez a tanév zökkenőmentesen indult el. Az intézmény további kitűzése a készségek, képességek fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek a mindennapi életben megállják helyüket, és képesek legyenek kibontakoztatni tehetségüket. Kétjén is sor került az immár hagyománnyá váló idősek napjára. A faluban nem ez volt az első ilyen esemény. Közel 3 évtizede minden évben megrendezésre kerül a szépkorúak megünneplése. Az ott megjelenők száma és hangulata alapján idén is nagy sikert aradott a község színvonalas rendezvénye. Nagy meglepetésben lehetett része a Kétyi Művelődési Házba belépő nyugdíjasoknak csütörtökön a déli órákban. Az odalátogatókat polgármesteri köszöntő, közös ebéd és zenei előadás is várta. A hangulatra tehát nem lehetett semmiféle panasz, és az asztaloknál is felhőtlenül jókedvű résztvevőket láthattunk. Gödrei Zoltán, a község polgármestere kiemelte, idős polgáraikra mindig szeretettel gondolnak, és a falu önkormányzata is igyekszik mindenben a segítségükre lenni. Mindenféle szolgáltatást megpróbálunk megtartani, amit lehet, illetve az ő igényeiket szeretnénk kielégíteni, amennyire tudjuk. Hát nagyon sok olyan dolog, mint például ugye a fiók gyógyszertár, vagy a bank fiók, ezek sajnos megszűntek, de ezt nem az önkormányzat generálta, hanem ez csak így jött magától, de ezen kívül megpróbáljuk nekik mindent megtartani, amit meg tudunk. Most véleményem szerint egy nagyon nagy célunk fog teljesülni, úgy néz ki, hogy sikerül megtartani a postát, ami szerintem az időseknek egy nagyon nagy segítség lesz. Az ünnepeltek pedig megjegyezték, hálásak a szervezőknek, hiszen nem mindenhol van lehetőség ilyen programokra, Kétyen pedig mindig gondolnak az ő generációjukra, és nem hagyják, hogy unatkozzanak. Ez nagyon jó, mert közelben így színház, vagy ha el tud menni az ember, nem tud hazajönni a busz miatt, mert akkor a vége van már, nincs vége a színháznak, és akkor a busz eljön. Ezzel az ünnepséggel a falu életében nem értek véget a közösségépítő összejövetelek. Az önkormányzat a jövőben még számos meglepetéssel készül a lakosok számára, kortól függetlenül. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat bonyhádi csoportja. A jubileumi rendezvényen a szervezet alapító elnöke, Kozma Imre atya is jelen volt. Ő úgy fogalmazott, hogy a szeretet és a közösséghez való tartozás különösen fontos a mai világban. Alakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat bonyhádi csoportja. Kozma Imre atya mellett köszöntő beszédet mondott Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere, Kövesfalvi Sándor az Egyesület Dél-Dunántúli régiójának vezetője és Kisné Mária főorvos. A 3 évtizedes jubileum jelentős mérföldkő, mondta Súrián József, az Egyesület bonyhádi csoportjának vezetője. Hozzánk önként jönnek az emberek lelki indítatásból elsősorban, mert akik szerencsétlen sorban vannak, szegények, azokon megesik a szívünk, részvét támad bennünk, és mi annyiban különbözünk talán az embertársaink többségétől, hogy bennünk a részvét, az irgalom, az cselekvő szeretetté válik. Kozma Imre atya szerint a modern, európai ember elhagyta az Isten hitet.
Hozzátette, a szeretet és a közösséghez tartozás különösen fontos a mai világunkban. Hogy azok az emberek, akik rászorulnak támogatásra, akik olyan helyzetben vannak, hogy talán egyedül nem is tudnának létezni, ezek az emberek is ne csupán valami támogatást kapjanak ahhoz, hogy létben tudjanak maradni, hanem valamit meg tudjanak sejteni a másik ember elkötelezettségéből, a másik embernek a szeretetéből, mert valójában ez éltet bennünket. Az ünnepély közös vacsorával zárult. A 101 éves Pap Lajosné faluközi Anna tiszteletére rendeztek népdaléneklési versenyt Bonyhádon. Az eseményen mintegy 50 fiatal lépett fel, akik többek között Izményről, Majosról, Mohácsról és Pécsről érkeztek. Pap Lajosné faluközi Anna tiszteletére népdaléneklési versenyt tartottak a Széchenyi István iskolában Bonyhádon. A bemutatón induló legfiatalabb gyermek 6, a legidősebb 13 éves volt, mondta Gál Martin Elvira, a bonyhádi székelykör elnöke. Azt gondolom, hogy az éneklés fontosságát folyamatosan ébren kell tartani. Az éneklés nyugtat, az éneklés örömmel halmozza el bennünket, ugyanakkor a bánatunkat is ki tudjuk énekelni, és a mai világban erre egyre nagyobb szükség van, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. A szervezők a versenyből a jövőben szeretnének hagyományt teremteni, mondta Pap Domonkos, Pap Lajosné faluközi Anna gyermeke. Nyilván a családnak ez egy hatalmas nagy élmény, kicsit büszkeség, bár nem szeretem ezt a szót, inkább a hálát mondanám. Tehát nagyon örülünk, tevékenyen részt is veszünk benne, nagyon örülünk, hogy ez megvalósult. A nap ünnepeltjének a 101 éves Anna nénnek is tetszett az énekesek előadásai. Jaj, hát azok nagyon szépek. Úgy örülök, mikor egyedül egy kislány vagy egy fiú csoportba is, de annyira örülök, aki egyedül énekel. A produkciókat Steiner Józsefné, a Völcsing Néptánc Együttes művészeti vezetője és Szabóné Gáncs Tünde népdalénekes értékelte. Pályaválasztó bőrzét tartottak Bonyhádon a Széchenyi István általános iskolában, ahol a diákok részletes tájékoztatást kaptak a középiskolák széles választékáról. Az eseményre mindegy 17 intézményből érkeztek tanulók. Mozgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára. Ugyanis sokan ezekben a hónapokban döntik el, hogy jövőre hol kezdjék meg a középiskolai tanulmányaikat. A iskolánkban már évtizedes hagyomány, hogy megrendezzük a pályaválasztási bőrzét. Általában október második, harmadik hetében egy pénteki napon szokott erre sor kerülni. Jelen pillanatban több mint 10 középiskola van itt, akik tájékoztatják a gyerekeket és természetesen a szülőket a választható szakmákról, illetve az érettségi megszerzéséről is beszélnek. Most jelen pillanatban itt az aulában a gimnáziumi képzéseket mutatjuk be, bent a tornateremben pedig a különböző szakmák képviselői mutatják meg magukat. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy minél több információval próbálják ellátni a bőrzére érkező tanulókat. Aki veszi a bátorságot és oda megy az iskolapultokhoz és beszélget, az már egy személyes kontaktussal kezdi azt, hogy már van egy megfogható tapasztalása az iskolával, és nem csak a hallottak alapján és a weboldalakon tud informálódni. És itt az a jó, nem tudom, hogy a többi iskolánál hogy van, nálunk lehet beszélni a leendő osztályfőnökkel és a legtöbb szakpedagógussal is. A szakma és iskola választás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerőpiaci helyzetről. Megismerhetik az iskola rendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről. 3 éves szakképzést és 5 éves technikumi képzést is kínál a Bonyhádi Percelmór Technikum és Kollégium. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum intézménye duális képzés keretében elméleti és gyakorlati tudást nyújt a tanulóknak, akik érettségit és szakmát is szerezhetnek tanulmányaik alatt. A középiskola októberben nyílt napra invitálja a jelenlegi 8-osokat és szüleiket.
Elkezdődött a középiskolai továbbtanulási hajrá, egyre több középiskola nyitja meg az ősz folyamán kapuit, hogy szakmabemutatókon és nyílt napokon mutassa meg képzési kínálatát. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Percel Mór technikum és kollégiuma is várja leendő tanulóit Bonyhádon, mind a szakképzési, mind a technikumi képzési szakokon, gyakorlatorientált duális képzési formával. A duális képzés keretében mint a szakmás, mint pedig a technikumi tanulóinkat igyekszünk partnereknél, úgynevezett duális partnereknél elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy diákjaink cégeknél vagy ágazati képzőközpontban plusz gyakorlati tudásra tesznek szert, és erre az időre ők már nem ösztöndíjat kapnak, hanem jóval magasabb gyakorlathoz kapcsolódó munkabért. Bischoff Tamás igazgató kiemelte, a középiskolában hagyományosan erős a közgazdasági vonal, de az informatika, az épületgépészet, az asztalos és a kereskedő szakma iránt érdeklődők is bizonyítványt szerezhetnek az intézményben. Hozzátette, a felújított Jókai utcai épület korszerű környezetet biztosít az ismeretek elsajátításához. A felújítás során nem csak tanműhelyeket és informatikai termeket fejlesztettünk, hanem minden egyes terembe okostábla került, hogy a mai kor kívánának megfelelően interaktív módon tudjuk a diákokat tanítani. A számítógép termeink a legújabb számítógépekkel vannak felszerelve, ez természetesen nem csak az informatikus tanulóinkat segítik, hanem mindenkit, hiszen például az alapvizsga vagy a szakmai vizsga egy része is interaktív módon zajlik most már. Ezen kívül a műhelyeinket is modern gépekkel szereltük fel, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjuk oktatni diákjainkat. A Bonyhádi Perccel nyílt napon várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat és szüleiket október 26-án. Itt lehetőség lesz arra, hogy megmutassunk szakmai órákat és közismereti órákat is, hiszen nem csak szakmát, de érettségit is kapnak a technikus tanulóink. De lehetőség nyílik arra, hogy volt diákjaink, akik sikeresek lettek a saját szakmájukban, például bankfiók vezető, vagy klímacég vezető, és beszéljen arról, hogy mit kapott iskolánktól. Novemberben a szakmai műhelyek bemutatásával és pályaválasztási roadshow-val folytatódik a leendő középiskolások megszólítása. Ez utóbbi programon a Tolna vármegyei szakképzési centrum valamennyi iskolája bemutatkozik majd. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!